Dávid Ibolya ügyvéd, politikus, pártelnök, volt igazságügyi miniszter, éveken keresztül a legnépszerűbb magyar politikus. Dávid Ibolya vagyok. Az elmúlt időszakban 22 évet töltöttem a közéletben. Végig jártam a szamárlétrát, amit a közéletben valaki végigjárhat egy kis település országgyűlési képviselőjelöltjétől, az országgyűlés alelnöke, igazságügyminiszter, pártelnök, és a sort folytathatnám. Egy teljes pálya, úgy gondolom, amit én a politikába befutottam, és hálás vagyok a sorsnak, hogy részt vehettem a rendszerváltozás előkészítésében, magában a rendszerváltozás első néhány évében, ami nekem akkor egy csoda volt. Csoda volt azt megérni, hogy sok-sok évtizedes egypártrendszer, szocialista, kommunista katyvasz után egyszerűen elindulhatott Magyarországon a többpártrendszer, hogy esélyünk volt a piacgazdaságra, esélyünk volt elszakadni a nagy Szovjetuniótól. Hát ez egy olyan fantasztikus élmény volt. Szinte eufóriában voltunk abban a néhány évben, amikor megnyílott a nagy lehetőség, hogy végre megmutatjuk a világnak, hogy kik vagyunk mi magyarok. Ha egyszer leveszik a bilincset a kezünkről. Szóval az a világ, az engem nagyon megszólított, egyrészt azért is, hogy így vállaltam képviselőséget. Úgy gondoltam, hogy kötelességem kivenni a részemet, ha már a Teremtő megadta nekünk ezt a lehetőséget, és erőmhöz képest mindent megtenni azért, hogy ez egy visszafordíthatatlan folyamat legyen, amit mi annó rendszerváltozásnak neveztünk, és elszakadjunk attól a számunkra ránk erőltetett világtól, ami mindig csak a bajt hozta nekünk. Baján születtem, és bajainak lenni életforma. Baja egy olyan különleges dunaparti hely volt, ahol az erdő, a Duna, a holtágak, a Sugovica hatalmas természet iránti tiszteletre nevelt, és ez az a háttér, ami számomra adott egyfajta nagy-nagy szabadságot. A Dunaparton nőttem fel, a szó legszorosabb értelmében kertünk a Dunára nézett, és Baja egy olyan város, amelyikben az ember pici gyerekkorában megtanulta az unió lényegét. Éltek svábok, romák, szászok, bunyevácok, sokhácok, szóval felsorolni nem tudnám, hányféle ember élt különféle kultúrával és szokással együtt abban a kicsi városban. Úgyhogy ott hamar meg lehetett tanulni a kultúrák együttélését abban a kis városban. És emellett még az én családi hátterem, mi egy három generációs nagy családban éltünk, nagyszüleimmel együtt, két fiú testvér között hamar életre nevelődtem, és nagyapámnak volt egy kis gyára, amit államosítottak, aztán édesapám pedig miután nem akart állami céghez menni dolgozni, előbb-utóbb megtalálta, hogy megalakítottak egy szövetkezetet. Aztán bedolgozó lett a szövetkezetbe, és szőtteseket gyártottunk, olyan szőtteseket és függönyöket, amik ma is még mindig gyönyörűek. Ez a műhely volt egyébként otthon a nagy családi katlan, mert ott aztán látástól vakulásig volt munkája mindenkinek. Én gyerekkoromban sokat dolgoztam, vagy gyerekkorom óta is nagyon sokat dolgoztam. Esténként, hétvégenként, a nyári szünetben kivettem a részem, írtam, mit dolgoztam, kaptam is érte pénzt, amit persze környezetem, baráti társaságom, iskolám sose tudta, hogy én abból a pénzből utazhattam, öltözhettem, de én azért keményen megdolgoztam. Akkor sokszor lázadtam emiatt, ma pedig azt mondom, hogy hálás vagyok a sorsomnak, hogy kemény munkára neveltek, mert az egész 25 éves politikai pályafutásom is arról szólt, hogy munka hátán is 24 óra kevés volt ahhoz, hogy az ember a munkáját bevégezze. Nagyon szerettem Baján élni, aztán elkerültem Pécsre, egyetemre, és Pécs után pedig kerestem magamnak egy olyan helyet Tolna megyében,
ahol ügyvéd lehetek. Ha a viharsarokba álltam volna meg, akkor addig megyek, hogy ügyvéd legyek, mert nekem feltett szándékom volt, hogy én nem jogász, én ügyvéd szeretnék lenni. Egy szabad ember vagyok, aki egy szabad szakmát és foglalkozást keresett magának, minél kevesebb kötöttséggel és minél kevesebb korláttal. Így lettem ügyvéd. Nagyon boldog ember voltam, hogy ügyvéd lehettem, és hiszem azt, hogy a világ egyik legszebb szakmája. Úgy gondoltam, hogy én más szakmát már az életemben nem fogok viselni, mint azt, hogy ügyvéd vagyok. És aztán jött a rendszerváltozás, és miután ebben a kis körzetben, ahol mi éltünk Tamásiban, ügyvédként nagyon sokan megismertek, több ügyeleti irodám volt, ezért nagyon sokan kapacitáltak arra, hogy vállaljam, mert a rendszerváltozás hajnalán az MDF mellett a közéleti szereplést. Beléptem az MDF-be, benne láttam azt a szellemi erőt, amelyik engem akkor megszólított a rendszerváltozás hajnalán, majd aztán nagyon gyorsan jöttek a hónapok, és találtam magamat, hogy országgyűlési képviselőnek jelöltek. Minden okuk meg volt, nem volt főnököm, beosztottam, egy szabad ember voltam, rajta nem tudott senki bosszút állni, hogy akár a idézőjelbe tanácsnál, vagy a TSZ-nél valami rokonával esetleg kiszúrhattak volna. Így elindultam, úgy gondoltam, hogy veszíteni valóm nincsen, tisztességgel vállaltam a több éves ügyvédi múltamat, és azt hiszem, hogy a képviseletnek egy másik szebb fajtájára és szert tehetek. Aztán meg is nyertem a választókörzetembe a választást, és mint a rendszerváltozás első női képviselője jelentettek be a televízióba, hát hatalmas öröm volt, meg hatalmas felelősség elindulni két pici gyerekkel vidékről egy ügyvédi irodával, ami éppen jól keresővé vált, és kezdtek az emberek megismerni az ismeretlenbe, mert nagyon ismeretlen volt az a világ akkor, hogy mit fogunk vállalni, milyen gyakorisággal, milyen javadalmazással, semmit nem tudtunk. tavaszától, amikor fejest ugrottunk az ismeretlenbe, így egyénenként is, számomra Antal József volt az iránytű. Az ő hitelessége és személye volt az, amelyik az utolsó lökést adta nekem ahhoz, hogy részt veszek a mindennapi munkában, a parlamentben is, meg is szüntettem az ügyvédi tevékenységemet. Én számomra szent a jogállam, számomra szent a demokrácia, a piacgazdaság, a hatalmi ágak szétválasztásának elve, ami a hatalom visszaélését leginkább meg tudja akadályozni. Számomra ezek az értékek olyan vitán felüli értékek voltak, hogy úgy gondoltam, hogy ebből a társadalomban sok vita nem lesz. Tévedtem, mert aztán igen, nagyon sok vita lett belőle, és ez a sok vita végül is az ügy lényegét vitte el. Mindamellett nagyon kemény, 8 éves munkával eljutottunk oda, hogy aztán ezt a fajta konzervatív, vagy nemzeti konzervatív világot, amit én magam is képviseltem, tudtam képviselni egy kormányba igazságügy miniszterként, és ami a siker vagy a boldogság volt számomra az, hogy az emberek értették, hogy az emberek támogattak, hogy hosszú időn keresztül a legnépszerűbb politikusként fogadtak el. Én úgy gondolom, hogy ebben mindaz az értékrend is benne volt a személyi adottságokon esetleg túl, amit én, mint egy nemzeti konzervatív politikus képviselni tudtam. A legnagyobb örömömet azonban mégiscsak az jelentette, hogy 1999-ben az aradi szabadságszobor kihozatalához tudtam akkora segítséget nyújtani a román igazságügy miniszterrel és Radu Veszilével, a miniszterelnök úrral, hogy kiszabadult az aradi szabadságszobor, ami számomra azért is volt nagyon-nagyon fontos, mert az én nagyapám Brassó mellett született, egy erdélyi kötődésű, akitől én nagyon sokat hallottam erről a szabadságszoborról, a Hungária női alakjáról.
és számomra ez egy akkora elégtétel volt, hogy a jó Istennek meg nagyapámnak tartoztam ezzel, ezért aztán az erdélyiek egy Julianus díjjal jutalmaztak, és ami az egyik legnagyobb megtiszteltetés számomra sok díjam mellett. De ha már Erdélyben vagyunk, akkor a másik óriási nagy büszkeségem az, hogy hazakerült a Csíksonyói kegytemplomba a Székelyek áldozók kelyhe, amit magam vittem vissza, és ez egy olyan szakrális tárgy, ami rendkívül fontos az erdélyi magyarságnak. De hogy a szakmai feladatomról is értsek néhány szót, az 1956-os forradalom egy elvaratlan szál volt akkor, amikor én igazságügyminiszterként megkezdtem a munkámat, és addig mindenki csak a politikailag elítélt embereknek a rehabilitálását tudta megoldani. Csapatommal együtt találtunk jogi lehetőséget, ami megállta akkor, vagy kiállt az Alkotmánybíróságnak a próbáját, a köztörvényesen elítélt bűnözők rehabilitálására is. Egy eljárási megoldáson keresztül jutottunk ide, így fogadtunk el törvényt, az úgynevezett Tóth Ilona törvény is, ennek lett a következménye. Talán az 56-os forradalomhoz kötődött akkor a legtöbb ilyen szakmai munkám, mert azt, hogy a Kozma utcai börtönből egy múzeumot csináltunk, ahol az 56-os több száz kivégzett az utolsó óráit vagy napjait töltötte, azt a kis részt múzeummal alakítottuk, de ugyanígy a csapatommal együtt dolgoztunk azon, hogy a Váci raktemetőből, a tömegsírból kivegyük az embereket, és megfelelő méltó módon legyenek egyenként eltemetve, ahol DNS vizsga segíthetett nekünk Susa Éva antropológus asszony segítségével, ott a családon keresztül, ahol nem, ott becsületesen, tisztességgel eltemessük azokat az embereket, akik politikai áldozatok voltak, akiket tömegsírba fejjel lefelé, hátrakötött kézzel találtunk meg ezekben a sírokban. Egyébként Hóman Bálintot is akkor sikerült azonosítani DNS vizsgákon keresztül. Szóval úgy gondolom, hogy 1956 méltó helyére kerüljön a magyar történelembe, a jogalkotáson keresztül sikerült néhány nagy lépést megtennünk. Amellett a szakmai munka mellett, amit az igazságügyminisztériumban végeztünk, természetesen kötelességemnek éreztem a határon túli magyarsággal kapcsolatban minden kulturális és minden olyan lépést megtenni, ami közelebb hozott minket, őket az anyaországhoz. Ugyanakkor ez a kör még szélesebb volt, mert tagja voltam több interparlamentáris unió bizottságának is, így például a francia, magyar-francia tagozat elnökeként a franciákkal való kapcsolattartásban dolgoztam éveken keresztül, és ami egészen lekötelezett, hogy meglepetésemre egy francia becsületrendet kaptam a francia kormánytól, mégpedig ennek a parancsnoki tagozatát, amelyik a polgári embereknek adható rang egyik legmagasabb foka volt. Elismerve azt, amit a francia-magyar kapcsolatokért tettünk, ők elismerték azt, amit a hazai demokratikus átalakulásban munkát vállaltam, és azt, hogy nőként, olyan nőként, aki mögött egy család, két gyerek vidékről érkezett ügyvédnőként tettem a demokratikus átalakulásért, és ezért egy francia becsületrenddel jutalmaztak. Nagyon büszke vagyok rá. Hiszem azt, hogy a rendszerváltozás első néhány évében kialakított útvonal a jövő útja Magyarországnak. Az európaiság, a jogállam, a többpárti parlamentáris demokrácia, a szociális piacgazdaság, ezek mind azok a hatalmi ágak szétválasztása, ami a jövőnket, a megmaradásunkat jelentheti. Igen nehéz körülmények között kezdte el mindezt a rendszerváltozás első kormánya. Nagyon sok támadás közepette, de valójában elsőként ebben a régióban mindenféle hasonló tapasztalat nélkül sikerült kialakítani ezt a jó irányultságot, és azt is bevallhatjuk, hogy ebben a nehéz időszakban
még az oroszok is itt voltak Magyarországon. Tehát egy olyan rendkívül nehéz körülmények között valósította meg mindezt, és tette le ezeket az alapokat Antal József és az a csapat, aki akkor részt vállalt ebbe, ami úgy tűnik, hogy elég erősnek bizonyult, és nagyon hiszem, hogy mindezek az értékek, amelyeket mi akkor megfogalmaztunk és érte dolgoztunk, ezek iránymutatók maradnak az elkövetkező időszakban is, mert nem lehet hatalmi ágak megosztása nélkül demokráciát építeni, és sokszor gondolok arra, hogy ami ma van, az itt és most szükséges a mai világunkban, a számomra nem elégséges. Hiszem azt, hogy Európa a mi útunk, a mi jövőnk, az az európai kereszténység, amit Antal Józseffel annak idején megfogalmaztunk. 36 éve élek boldog házasságban a férjemmel, nem volt könnyű ez a 36 év, hiszen rengeteget voltam távol, és igen nagy kihívást jelentett közéleti embernek lenni. Ugyanakkor nagy hálával tartozom a családomnak, hogy ezt segítették nekem, a gyerekeimnek is, akik eltűrték abban az időszakban ezt az emberpróbáló nehéz munkát. Gyerekeim már felnőttek, nagyon büszke vagyok rájuk, a lányom is jogász lett, a fiam a filmiparban dolgozik, és most megpróbálok mindent megtenni azért, hogy visszasegítsem nekik azt az időszakot, amikor ők még gyerekfejjel segítettek nekem abba, hogy részt vehettem teljes emberként a politikában és a közéletben, mert tudták azt, hogy amit csinálok, azt nagyon szeretem csinálni, és ezért segítették a munkámat. Most 24 órás nagyvonószolgálatot vállalok az unokáimmal, akiket nagyon szeretek, és amit csak lehet, hétvégenként, hétközben az egész nagy családunk együtt van, és a mi otthonunk az a mágnes, ahol találkozni szoktunk. Gyerekeimből nem lesz politikus, mert nem a munkától tartanak, hanem attól a környezettől, ami a politikai életet mérgezi, az a sok-sok igaztalan bár, amiből nekik már gyerekkorukban is volt részük, ők ebből már nem kérnek. A férjem szintén jogász, vele még az egyetemen találkoztunk és ismerkedtünk meg, aki soha nem politizál, viszont rengeteg dolog köt minket össze, a közös hobbink, a kortárs képzőművészettől kezdve a fotózásig, a színházba járás, mióta szabad ember vagyok, azóta nagykanállal vesztük a főváros legjobb színházait, előadásait, mindenevők vagyunk ilyen szempontból, tehát a Pintér Társulattól kezdve Bozsik Ivert, a klasszikus darabokig, a színház, az opera, minden érdekel és mindent megnézek. Ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk mi magyarok, mert ez a főváros tele van lehetőségekkel, olyan kulturális lehetőséggel, mint kevés főváros adhat csak a polgárainak. Ez nem csak a hobbi, hanem a közös érdeklődés is a férjurammal az elmúlt 36 évben erősítette a kapcsolatunkat, és most miután már unokánk van, büszkén tekintünk arra, hogy az a neveltetés, amiben mi részesültünk, azt át tudtuk adni a gyerekeinknek is, és boldog kapcsolatban, házasságban élnek ők is. Ha hitvallásról van szó, mindig az jut eszembe, hogy az egyik kedvenc költőm, Babits Mihály, mint az én lelkemből írta volna ki azt a néhány sort, amit így fogalmazott meg: magyar vagyok, lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem dobok el. A világot nem szegényíteni, hanem gazdagítani kell. De hogyan gazdagíthatnám, ha nem őrzök meg magamban minden színt, minden kincset, a magyarság színét, a magyarság kincsét? De mi balga volnék, ha mindezt más rovására, más gyengítésére tenném?